eddig ment, kedves nézőink. Ráadásul egy Kairó kattából végképp nem tudnék egy hangot se lejutni. Mai vendégem egy olyan fiatalember, aki amellett, hogy zeneszerző, zenetanár, egy együttes frontembere, és számomra azért érdekes, mert soha nem adta fel az álmait, és mindig hitt abban, hogy egy nap sikeres lesz. Mai beszélgetőtársam Skinti Csaba, a Kairó együttes frontembere. Azt gondolom, hogy te is az az ember vagy, persze sokunkkal együtt, aki úgy gondolja, hogy a nap 25 órája sem lenne elég ahhoz, hogy mindent megcsinálj egy napra, amit beterveztél magadnak. Valóban így van. Régen, gimnazista koromban nagyon jó alvó voltam. Most ez átbillent. Most már nagyon keveset tudok aludni. Egyrészt azért, mert szeretem csinálni, amit csinálok, és az ember főleg ezt a fajta tevékenységet éjszaka végzi az esti órákban, és attól úgy feltöltődik, hogy éjfél, hajnal, egy tájba, hogy nem is nagyon tud lefeküdni. Úgyhogy most már mondhatom, hogy egy jó 10-15 éve ez a napi 4 órás, ha szerencsém van, akkor 5 órás alvás van meg, de hogyha 3 sikerül, az sem gond. Ez pedig én vagyok. Menjünk vissza a kezdetekhez, zenetanár vagy, végzettségre tekintve, de emellett annyi mindent csinálsz még, hiszen szövegíró, hiszen saját együttesedet menedzseled. Hogyan emlékszel vissza azokra az évekre, amikor megfogalmazolod benned, hogy talán már nem a tanítás, hanem inkább együttes szeretnél magadnak? Mikor volt ez a pontja az életednek? Az egész családunk pedagógus família, tehát nekem sem volt kétséges, hogy ilyen pályára kerülök, amit nagyon is szerettem végezni. Ugye elsőként tanító végzettségem van, és én a kisgyerekeket egy ideig talán még jobban is szerettem tanítani, mint az idősebbeket. Aztán, ahogy haladtam feljebb, idősebbekkel is foglalkoztam, és az meg akkor tetszett meg. Valamikor 1996-7 táján került arra sor, hogy a énekkarommal ilyen könnyedebb műfajú dalokat is elővettünk, mert úgy éreztem, hogy a sok Kodály és Bartók mellett ez is érdekli a srácokat, és nagyon-nagyon bejött ez a dolog. Több hangversenyt készítettünk, ami nagyon nagy sikerű volt, és hát később egy könnyedebb műfajú saját kórust szerveztem, majd amikor úgy láttam, hogy hát talán nekem van a legjobban kedvem ezzel foglalkozni, úgy gondoltam, hogy ez a 50-60 fős csoport mozgatás, ez eléggé bajos, és kiválogattam azokat a gyerekeket, fiatalokat, akikbe láttam azt, hogy körülbelül hasonlóan elszántan csinálják, mint én. Az egyik kislány az mai napig ugye tagja a zenekaromnak. Ez volt az X-Teens együttes, jól emlékszem, igaz? Ez érdekes, mert ha már említettük az általános iskola nevét, hogy az Esze Tamás általános iskolában tanítottam Sátoraljaújhelyben, először eszekórus volt természetesen ennek a csapatnak a neve, majd egy ilyen kis nyelvi fordulattal S kötőjel dance, amiben benne volt az SE, és végül lett X-Teens a neve, mert hogy 10 éves fiatalok voltak benne, és az X az erre utalt volna. Ha jól emlékszem, ami 100 fellépése volt a formációnak, ha fogalmazhatunk így, mikor úgy döntöttem, hogy akkor most már legyen tényleg ez egy ilyen félprofi zenekar, és kapja meg azt a nevet, amit végül is én bitorlok, mert a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos gimnáziumban volt nagyon-nagyon régen egy ilyen nevű formáció, amiben én egy ideig billentyűztem. Aztán azóta a tagokkal tartjuk a kapcsolatot, ők már rég nem zenélnek, és örülnek neki, hogy végül is ezt a nevet tovább vittem valahogy. Rengeteg lelkes fiatal volt a tagja az együttesnek, mennyire volt nehéz mozgatni őket? Azért 50-60 főt azt gondolom, hogy nehéz irányítani. Hát a fénykorában a kórusnak 60-on túl volt a létszáma. Érdekes volt, tehát amit az ember szívesen csinál, az nem fárasztó. Nekem ez nem jelentett problémát, külön örültem neki, hogy volt olyan kislány, aki Miskolcról érkezett egy-egy fellépésre, volt hollóházi tag, egyszer összeszámoltam, hogy
tizen felüli településről érkeztek a gyerekek, és folyamatosan hónapokig volt, aki több évig ugye ennek tagja volt ennek az együttesnek, vagy énekkarnak, és ha visszagondolok, hogy 11 évvel ezelőtt ebben a tájban, így tavasz tájban egy nagyon nagyszabású koncertet a D. Nagy Lajossal előadtunk, szerveztünk, az mai napig jó emlék, és szerintem az 20-30, esetleg még 40 év múlva is fel fogják idézni azok, akik akkor benne voltak. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kiberezett kőbányát üregében. Közeli És mi volt az a pont, amikor azt gondoltad, hogy jó, ennek legyen vége, és inkább egy kisebb létszámú együttessel, a mostani saját együtteseddel, illetve az ezt megelőző együttessel szeretnéd folytatni, tehát egy picit arculatot váltasz. Amikor komoly zenével foglalkoztam, akkor ugye a kórusvezető a kórus előtt áll. Azt szerettem csinálni, mint ahogy vezetni is szeretek, egy kórust is szeretek vezetni, irányítani. Aztán később ennél a tini diák formációnál, a könnyűzenei formációnál jött az, hogy ők nélkülem léptek fel, én valahogy a háttérben vagy zongoráztam, vagy gitároztam, vagy a színpad mellől próbáltam őket irányítani. Hiányzott az a rész, amikor én is aktív részese lehetek ennek a dolognak. Na most 60 fős csoport mellé én nem tudok, főleg egy könnyűzeneinél odaállni eléjük, melléjük, közéjük, mert egyrészt furán néznek ki, másrészt nincs dolgom. És amikor jöttek olyan dalok, hogy nem az egész csoport énekelt, hanem néhányan szólóztak, akkor kedvet éreztem megint visszaállni a formációba, akár úgy, hogy egy billentyűvel, akár, hát mondjuk inkább billentyűvel, mert ugye a szintetizátor olyan hangszer, amivel több szólamot lehet egyszerre megszólaltatni, egy szálgitárral az kicsit fura lett volna. És akkor a csoportnak a létszámát ugye le is csökkentettem, csak azokat hívtam már meg ebbe a későbbi X-Teens-be, azt hiszem, hogy 10 körül volt a létszám, akik a legügyesebbek voltak, nagyok voltak, lehetett velük utazni, két autóban mondjuk befért a formáció, és akkor vettem észre, hogy egyre inkább lépek én is előre. Soha nem lesz olyan, hogy én szóló énekesként vagy egyedül álljak a színpadon, mert azt viszont nem szeretem. Van is egy nagyon jó kollégám, szegény, nemrég hunyt el, nagyon fiatalon. Ő volt, aki kiváló szövegeket írt a magyar zenei életben, és megelégedett azzal, hogy ő tudta, hogy az ő dalait előadják, tévében, rádióban szerepelnek, de nem érezte szükségét annak, hiába volt jó hangja, hogy ő előrelépjen. Tehát ilyen affinitásom nekem sincs. A három fős zenekaromba egyikként nagyon jól érzem magam, de szólókarriert továbbra sem tervezek. Vannak az ember életében korszakok, ezt néha az ember, hogyha van ideje, akkor nekiül és számolgatja. Valóban 2000 előtt volt az, amikor a komoly zene és a igazi, klasszikus értelemben vett kórussal foglalkoztam. 2000 és 2003 között, amikor a könnyűzenei kórussal, és próbáltunk mi nevet adni ennek az X-Teens utáni formációnak, először Deja Vu nevet találtam neki, de kiderült, hogy egy Békés Csabai formáció ezt a nevet már bitorolja, akikkel azóta nagyon jóba is vagyunk. Több remixemet például a Felföldi Zsolti készítette, aki ennek a zenekarnak a billentyűse. Tehát vannak véletlenek, és nálunk ez úgy alakult, hogy amikor a Deja Vu nevet választottuk, egy nagyon furcsa írásmódot találtunk ki, ott is ilyen játékosat,
soha senki kiejteni, leírni nem tudta, úgyhogy akkor döntöttünk úgy, hogy legyen a Kairó név, és ez 2003-ban egy gyermeknap után történt, mert valamelyik megyei labban megjelent egy cikk a fellépésről, és rosszul írták, és akkor annyira pipák voltunk, mérgesek a többiekkel, hogy azt mondtuk, hogy a következő fellépés Tiszaújvárosban ugyan ezen a néven van reklámozva, de mi úgy döntöttünk, hogy Kairó néven lépünk fel, és az első ilyen buli az a Desperádóval közösen volt Tiszaújvárosban, mai napig emlékszünk rá. Többek között azért, mert van olyan rajongó fiatal ember, aki azóta is tartja velünk a kapcsolatot, és ő is egy elég híres ember Magyarországon, ő tudja csukott szemmel a leggyorsabban kipörgetni a Rubik kockát. Egy érintés volt csak ő nekem. Most már a beszélgetés előtt említetted, hogy szinte minden hétvégén akár több fellépésetek is van, tehát nagyon-nagyon beindult ez az egész dolog, de mégis a kezdeti nehézségekre hogy emlékszel vissza? Voltak-e egyáltalán, milyen harcokat kellett megvívnotok ahhoz, hogy igen, azért ti befussatok és elismertek és helyi viszonylatban aztán meg még magasabb szinteken is ismertek legyetek? Azért érdekes a dolog, mert mi ezt sose terveztük. Tehát az, hogy ma ez a formáció így van, és a YouTube-on, ha jól emlékszem, 2 millió letöltése van a mi dalainknak, hogy több mint 10 000 lemezt eladtunk. Ha nem román székhelyű lenne a kiadónk, akkor már rég a kezünkbe kéne lenni a magyar aranylemeznek, a DVD után a platina lemeznek, de ez egy másik történet, erről itt talán hosszas lenne beszélni. Szóval mi soha nem terveztük, hogy ez lesz. Ez így alakult, többek között ebben nagy munkája van Simon Emilnek, aki a Zene.ro főszerkesztője és az erdélyi zenei élet egyik irányítója, aki teljesen véletlenül meghívott bennünket Erdélyben, miután a mi interneten az emberek által elérhető MP3-ak formájában közfigyelemre méltó volt az egyik dalunk, és az valami slágerlistán Erdélybe a harmadik helyig vitte. És akkor egyrészt mi úgy döntöttünk, hogy akkor ezzel komolyabban fogunk foglalkozni, ez az amatőr legyen egy kicsit félprofi dolog. Tehát megküzdeni nem kellett, tanulni kellett rengeteget, mert hogy Budapesttől 260-280 kilométerre itt se stúdió nem volt, se olyan profi zenészek, akik innen kerültek volna a mai magyar popzenei életbe. Tehát el kellett tanulni. Emlékszem, az első fellépések azok úgy mentek, hogy éjszaka elkészítettem a nagyon egyszerű kis szintetizátor alapot, arra valami nagyon egyszerű mastert rátettem, és amikor elmentünk fellépni, akkor mindig valakinek a kezébe adtam egy videókamerát azért, hogy megnézzük, hogy ez hogy jön vissza. És akkor emlékszem, hogy megnéztem, persze ugye torzított a kamera, torzított a tévé, de azért lehetett kiszűrni belőle, hogy na, ez a lábdob, ez ide nem jó, mert nem elég ütős, ez a basszusgitár nem elég szépen szól, ez egy kicsit üres, ide még egy kis hangszer kell. Tehát nekem a szakmát igazából lépésről lépésre kellett megtanulni, és azt, amit más néhány hónap alatt elmegy egy pesti ismerőséhez, és ott látja, hogy ez így működik, ezt nekem 5-6 évig tanulni kellett. Végül is nagy segítségem volt, meg szerencsénk, hogy elkerültünk Debrecenbe a Klub Kreatív Stúdióba, ahol Kerozin, Desperado, Szatmári Orsi, Inflagranti készült, és akkor már láttuk, hogy na mégis hogyan működnek ezek a dolgok, milyen programokat használnak, hogy megy egy ilyen felvétel. Később pedig Csányi Szabi barátomhoz, aki ugyancsak zenepedagógus, a Máté Szalkai Gimnáziumnak az énektanára, őnála voltunk néhány évig, és ott is már konkrétan beletanultunk abba, hogy a süketszoba, a stúdió, a hangszerek és a többi. Nagyon élveztük, nagyon szerettük.
Már eljutottunk oda, hogy Szászem Attila barátommal, aki amúgy az erdélyi zenei élet egyik legismertebb alakja, hiszen a Kristóf Katalin férje, aki Dancsanna Marival képviselik igazából az erdélyi előadói közeget. Tehát Attilával dolgozunk a dalokon, megírom, készítek egy alap hangszerelést, és utána az internetnek köszönhetően éjszakánként FTP szerveren küldözgetjük a verziókat, tehát minthogyha mi együtt dolgoznánk, de igazából egymástól több száz kilométerre vagyunk, mégis ugye néhány másodperc alatt átküldöm azt a fájlt, amire én gondolok, ő azt mondja, hogy ez így nem jó, ez így jó, és elég hosszasan történik utána már a dolog. És itt van megint egy olyan dolog, hogy igazából most már meg kell valaminek felelni. Tehát akármit az ember nem adhat ki a kezéből, úgy, mint egy 10 évvel ezelőtt, amikor a gyerekekkel énekelt, akkor úgy lazán jöttek az ötletek, jöttek a dalok, és akkor azt mondtuk, hogy na ez így jó, sikeres. Most viszont ugye visszük magunkkal az új felvételeket a fellépésekre, teszteljük, hogy hogy tetszik ez a közönségnek. Ha valami nem jön be, akkor azt vagy átalakítjuk, vagy utána nem foglalkozunk vele. De az Angyal című dalunk volt az, amit ugye a legtöbbet nézték. Volt egy zenecsatorna, ahol 2 óránként adták, rettentően sok ismeretséget szerzett ez nekünk Szerbiába, Ukrajnába, és akkor mondhatnám, hogy Vajdaság, Kárpátalja, Erdély, Felvidék, tehát a magyar lakta területeken, mert hogy ott ezt a csatornát lehetett fogni, és ez volt az első olyan dalunk, amit tényleg nagyon-nagyon sokan kértek, megszerettek, és hát az ember úgy van vele, hogy ettől rosszabbat már nem szeretne kiadni a keze közül, úgyhogy talán ez a nehézség a dolgoknak, hogy ha jön egy új dal, akkor legalább olyan jóra szeretnénk. És úgy érzem, hogy az utolsó albumunk, ami tavaly így március táján jelent meg, ott többen azt mondják, hogy a 10 új dalból legalább 5-6 olyan, ami tényleg bulis, változatos, jó, és adott esetben megüti ezt a szintet. 13 versenyző és számos meglepetés vendég szórakoztatta a megjelent közönséget a Sulisztár elnevezésű tehetségkutató versenyen. A rendezvény bár első alkalommal bonyolódott, nagy érdeklődésre tartott számot. 2005-ben megkerestek az egyik középiskolai diák önkormányzat, hogy szeretnének egy ilyen tehetségkutató versenyt szervezni. És hogy rám gondoltak, aki a zenei alapokat elkészíteni, és mondjuk a vendégeket meghívná zenészkörökből. Nagyon élveztem ezt a dolgot. Tényleg, aki ott maximális pontszámmal nyert, a Majzer Kati utána több hangfelvételen működött közre, azóta is foglalkozik zenével. Úgyhogy már ez volt egy olyan, ami előfutára volt ennek a Zemplén hangja versenynek. 2009-ben szerveztem először, nagyon jól sikerült, tényleg a hazai zenei élet több neves előadója részt vett a zsűriben, aztán ezt megismételtük rá egy évre, és tavaly volt a harmadik, ez pedig már Sárospatakon. Úgy gondolom, hogy akik ott első helyet éltek el, azok tényleg profitálhattak a versenyzésből, hiszen a Magic of Music nevezetű könnyű zenei musical formáció azóta már 3 nagy lemezzel büszkélkedhet, és minden nap adják a zene tévén az ő dalaikat. Hogyan fogalmazódik meg egy dal a fejedben, és mennyi idő alatt, vagy ez teljesen változó? Hát ez változó, mindenkinek máshogy jön az ihlet, nekem mindig a dallam jön először. Tehát régebben, tehát az ihlet nálam nem úgy jött ki, hogy, vagy nem úgy jelentkezik, hogy na most elkapott valami, és akkor ezt most le kell jegyezni. Volt ilyen is régen, hogy például megálmodtam egy bizonyos dalt kompletten, és mikor fölkeltem, akkor hús, mire le kellett volna jegyezni, nem. Volt olyan is, hogy autózás közben eszembe jutott valami dallam, akkor még nem volt pendrive, le is szoktam róla, hogy menet közben feldudoljam, mint ahogy adott esetben Soltész Rezső csinálja. Nekem általában a hangulat jön, leülök, és akkor na, valamit csináljunk, valami kerekedjen ki, és akkor elkezdek zongorázni, billentyűzni. Általában egy ilyen kíséret automatikás hangszerrel szoktam, valami nagyon egyszerű alap kíséretet, és akkor abból egy egyszerűbb dallamot. Na most van egy olyan dolog itt a szakmai jellemző, hogy akármit nem lehet leírni, vagy nem lehet
nekünk, mint Kairó zenekar előadni. Tehát ilyen nagyon nagy hangterjedelmű, nagyon mélyen szántó gondolatokat nem vár tőlünk a közönség. Vannak ilyen jellegű dalaim, ami régebről készültek, most néha becsempészek egyet-egyet ilyeneket a lemezre, például az egyik karácsonyi dal, ami az érdekes, mert én karácsonyi dalt sose akartam írni, mert mindenkinek van legalább 3 karácsonyija, és akkor van benne fenyő, meg gyertyaláng, meg angyalka, és ez nekem visszataszító. De valami hasonló kis történetet, hogy mégis akár egy szóval utaljunk rá, hogy ez akár karácsony is történhetne, megírtam régen, aztán most jött el a pillanat, amikor rátettem tenni egy lemezre, és elég sikeres is volt az egyik kereskedelmi tévébe, ugye karácsony táján. De visszatérve rá, egy egyszerűbb dallamot szoktam most már kitalálni, harmonizálom, és amikor úgy érzem, hogy na, ezen most már érdemes akkor valami kis szöveget, akkor elkezdem a szöveget írni itt a számítógépen, és hát régen akár egy füzetkére írtam a sorokat, rengeteget javítok. Most túlzás, ugye ilyen párhuzamot hozni, ugye Chopin volt az, aki bezárkodott a szobába, megírta a darabot, utána átdolgozta, 3 nap múlva szétépte, és maradt az eredeti verziónál. Én is rengeteget javítok, szavakat cserélek, mi az, ami esetleg nem közérthető, ugye a mai fiataloknak van egy nyelvezete, az sem jó, hogyha az ember csak afelé megy, az sem, hogyha régebbi kifejezéseket használ. Hát meg kellett tanulni, hogy mi az, amit elő lehet adni, ez is nagyon fontos, hogy szól majd az. Tehát a dalszövegírásnak az a csinya-binya, hogy amit beszédbe elmondunk, az nem dal, egy dalnál más követelmények vannak, hogy az hogy fog szólni majd, ha kiejtjük. Egyes szótagok leírva máshogy tűnnek, vagy beszédbe, mint amikor azt kiénekeljük. És nekem ezzel problémám is volt, tehát a 2005-6-os első dalok, mint a Csepp a tengerben, például egy klasszikus példa, most teljesen más tagolással énekeltük föl legutóbb a stúdióba, mert annak idején én ragaszkodtam a lezongorázott dallamhoz, és ehhez próbáltam a szöveget. És ugye fölvilágosítottak profib zenész kollégák, hogy ez nem igazán jó, azért vedd azt figyelembe, hogy mi a szöveg ritmika, és akkor ahhoz igazítsam a dolgot. Na most átestem a ló másik oldalára, túlzásba vittem ezt, aztán most, tehát ez ilyen kompromisszumok, de a lényeg, hogy én előbb a dallamot találom ki, és ehhez írom a szöveget. Gondolkoztál-e valaha azon, hogy más zenei műfajban is kipróbálod magad? Hát régebben, fiatalon igen. Ugye én szintetizátorral készítettem műveket, amit olyan nagyon sokan nem hallgattak, és ezért is, amikor visszautalok az egyik kérdésedre, hogy egyre előrébb mindig, ez is benne volt, hogy mindig felidézem magamból, hogy csináltam 10-15 órányi zenét így kazettákon, osztálytársaknak megmutattam, de hát a nagy közönség elé ezek a dalok sosem mentek, vagy nem is azt mondom dalok, mert ezek szöveg nélkül ilyen szintetizátoros művek voltak, és hát úgy éreztem, hogy jobb az, hogy az ember, amit készít, azt más is értékelheti, hallhatja. Régebben jobban gondolkoztam én is ilyen műveken, ilyen kisebb, komoly zene ide, modern hangszerekkel előadott műveken. Ma már úgy, mint a túl sok élő zenei előadást kicsit luxusnak tartom. Mert ha az ember egy fél playback műsorra a zenei alappal elmegy, akkor valóban egy nap 3-4, volt arra példa, hogy 6 helyen is meg tud fordulni. Amíg egy élő zenekaros bulira, hát rengeteget kell készülni, vinni kell a hangszereket, a technikai bel, tehát nem is lehet is. És a másik, hogy ennek anyagi vonzata is van, amit ma Magyarországon nem igazán tudnak megfizetni. Ez a keverő, amivel járni szoktunk. Ugye itt van a 3 mikrofon, az enyém, a Lindái, az Erikái, a gitáradóvevő, innen most hiányzik egy egység, régen ugye minidiszkel dolgoztunk, most ilyen SD kártyás lejátszón, és itt van a
keverő, amin be vannak állítva, hogy ki milyen hangerővel szól. Csak érdekességként mutatom, hogy ugye a technikusoknak most hiába mondom, hogy melyik lány melyik, ők inkább azt látják, hogy szőke, és akkor úgy, tehát a gitár, CD, és akkor a vég hangerő. Biztos vagyok benne, hogy voltak, vagy vannak azért olyan pillanatok, amikor holtponton vagy esetleg is nehéz tovább folytatni az egészet. Mi az, ami ilyenkor átbillent téged, ami azt súgja, hogy igen, én ezt tovább folytatom, és ezt csinálnom kell? Nagyon jó dolog az internet. Van rajta nagyon sok közösségi oldal, és ott másodpercek alatt meg lehet kapni a visszajelzést. Amikor... A jogoktól leginkább? Igen, igen, igen. Amikor az ember egy kicsit kedvét szegi, hogy mondjuk valami nem úgy jön össze, hogy azt tervezi, akkor mivel most már több mint 10 éve ugye az ember ezzel foglalkozik, előveszi azokat a fényképeket, videórészleteket, amik akkor készültek, és energiát fektettünk bele, hogy ezt learchiváljuk, meglegyen, és megnézem, hogy no, lám, ez milyen jó volt akkor, és hogy tetszett ez bizonyos embereknek, akkor azt mondom, hogy na, akkor csináljuk, mert most is biztos, hogy tetszeni fog valakinek, és tényleg annál felemelőbb érzés nincs, amikor az ember leutazik 650 kilométert. Már szinte olyan külföldön, hogy magyar ember alig van, és ott ismerik a munkáját, tehát éneklik vele, most épp Felvidéken tudnék mondani, egy településen voltunk nem olyan rég, tavaly egyik kereskedelmi csatornán a mi dalunkkal reklámoztak egy bizonyos műsort. És a szlovák ajkú közönség az ugye csak látja a műsort, nem érti, és azt a néhány ütemet, amit bejátszottak mindig, az ta-ta-ra-ram, énekelte velünk, és az Itt van a nyár című dalunkat szlovákos kiejtéssel ezt beleénekelte, ahol a dalban ott volt. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok, hogy ezt elfelejteni nem lehet, és amikor oda kerül a sor, akkor az ember ezt felidézi, és akkor már mindjárt át is lendült. Mire vagy a legbüszkébb, hogyha visszatekintesz az elmúlt 10-15 évre? Hát a rengeteg lemezre, amit mi eladtunk. Nem volt ennek olyan nagy visszhangja, hogy mint a tévébe bejelentik, hogy most XY előadó aranylemezes lett. Én tudom, hogy amikor tavaly a kiadónkhoz elmentem, hogy a maradék anyagokat én megvásároljam én tőle, mert szükség lenne rá, akkor széttárta a kezét, és néhány száz darabnál többet nem tudott adni, és ez azt jelentette, hogy az a 10 000 darab, amit a mi 4 anyagunkból ők, bocsánat, 3-ból, mert ők 3-ba voltak érdekeltek, forgalomba hoztak, az elment. Tehát, hogy az én produkcióm az nem csak arra jó, hogy elhívjanak egy vacsoráért valahova, és én azt előadjam, hanem ezért a mai nehéz gazdasági körülmények között is van olyan, aki pénzt ad. Ki tudsz emelni legszebb pillanatot? Van nagyon sok legszebb pillanat, amivel büszkélkedni szoktam, hogy az Oliver Band, aki a ti televíziótoknak is vendége lehetett általam egy 3 évvel ezelőtt, a Gombay Dance Bandnek az énekese, ő ugye a Sun of Jamaica, akkor Seven Tears, tehát nagyon sok világsláger tudnék mondani, amit ő előadott, ő nálam vendégeskedett 2-szer, összehoztunk neki egy közös bulit Hajdúszoboszlón, és az egy felemelő érzés volt, hogy én mögötte session zenészként billentyűzhettem, de azért mondom, hogy számtalan ilyen van, mert különleges alkalom volt, amikor a Sátoraljaújhelyi Börtönmúzeumban a Titkos csókhoz forgathattunk jeleneteket, különleges volt a Fűzéri várban, amikor a Nem tilthatott című számhoz, vagy például a Radványi kastélyban, ahol előttünk 40-50 évvel a Karádi Katalin forgatott utoljára, azóta nem adtak ki engedélyt, és mi ott forgathattunk, de Hajdúszoboszlót említettem, ott például miattunk nyitották meg a Mástyás király sétányt, és az a limuzin, amit mi a felvételre béreltünk, annyira megtetszett a szálloda igazgatójának, hogy megvásárolt, és azóta Hajdúszoboszlón az az autó ott található. Mesélhetnék, hogy a TomTom stúdióban, amikor először énekeltünk, és a Bódi Magdi megveregette a vállamat, hogy ez jó volt. Ez milyen érzés volt, vagy amikor a Ciniékkel volt egy közös dalunk, és akkor a Petőfi csarnok aulájá, vagy ilyen öltözőjében együtt próbáltuk a dalt, akkor milyen élmény volt a Cinivel, a Rácz Katival, a Maros Gabival, olyan előadókkal, színészekkel és zenészekkel együtt lenni, akik től az ember általában maximum autogramot tud kapni, hogyha odaér hozzá. De hát szomorúság, most már nincs köztünk, Mari Zsuzsival volt olyan beszélgetésünk, amikor fölmerült az, hogy adott esetben én általam írt dalt ő előadna,
aztán a kiadójával voltak egy kis gondok, azt a dalt Talán néven mi adtuk később elő, és abból készült videóklip. Tehát vannak ilyen szép pillanatok, rengeteg szép pillanat van, és ezért is csinálja az ember mindig. 10 év ide vagy oda, befásultságról, kiégésről egyáltalán nem tudunk beszélni, sőt végigcsillogott most a szemed, amikor ezeket a dolgokat említetted. Így a beszélgetés vége felé mit kívánjak neked, mi az, amit igazán szeretnél még elérni? Hát igazából tényleg nem tudom, hogy mit szeretnénk elérni. Én azt mondom, hogy minden maradjon így, mint eddig, de hogyha ez megduplázódik, akkor azt még nagyon szívesen fogadom. Tehát legyen az a dalokkal kapcsolatban, a sikerrel kapcsolatban adott esetben, a fellépésekkel, mert ugye fontos, hogy az ember eljusson. Szokták kérdezni, hogy merre megyünk majd legközelebb, és mindig az a válaszunk, hogy ahova hívnak. Tehát én magam soha nem tolongok oda, vagy intézek valamit, hanem ahova meghívnak, és ennek nagyon örülünk, ezért még mindig van olyan hely. Magyarországon van vagy 3500 település, még tudnék mondani olyat, ahol nem jártunk, de azért nagyon sok van, ahol jártunk. Az üres helyekre szeretnénk eljutni, és akkor ezzel teljesülne a vágyam. Akkor mindezt kívánom nektek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. A műsor elején bebizonyítottam, hogy zongorázni nem nagyon tudok, most viszont megpróbálom felénekelni a Kairó legújabb slágerét. Találkozunk egy hónap múlva, és viszontlátásra.